Tisztelettel köszöntök a mai képviselőtestület ülésen minden megjelentet. Megállapítom, hogy a képviselőtestület teljes létszámmal jelen van, az ülés határozat képes, így az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a felsorolt sorrendben tárgyalja a képviselőtestület. Kérdezem, hogy van valami más javaslata valakinek más. Akkor aki elfogadja, kérem készfelültással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a mai ülés napirendi pontjait. Első napirendi pontunk Hornos Bőkösség önkormányzat 2019 évi első fél évű költségvetési módosítása. Az anyagot mindenki részletesen megkapta. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van egy kérdés, vagy kiegészítés, ugye mindig egy évben két alkalommal vagy a következő évben is módosítjuk az előirányzatokat a teljesítésnek megfelelően. Itt látok olyanokat, hogy mikrofonvásárlás, még ilyen-olyan anyagvásárlás, ebben már benne vannak az EFOP-os pályázatból vásárolt anyagok is, és annak az előirányzatai. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Mindenki érti, jó. Akkor aki elfogadja, kérek készfelültásra jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a 2019 költségvetés első fél évi módosítását. Második napirendi pontunk a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó egyszeri támogatása. Ugye tudjátok, hogy amikor a téli rezsicsökkentést megkapta a lakosság, akkor derült ki, hogy ugye vannak, akik gázzal nem fűtenek, hanem egyéb tüzelőanyaggal fűtenek, így a jogszabály értelmében ebben az évben kompenzálni kell őket, és akkor tűzifa vagy más tüzelőanyag formájában az önkormányzat akkor úgy döntött, hogy szerződést köt a Vitó Kft-vel, és akkor a tüzépen a 12.000 forintnak egy megfelelő tűzifát az önkormányzat, ők elviszik, és akkor az önkormányzat pedig kifizeti helyettük. Tehát a tüzépből el lehet majd szállítani, erről kapnak értesítést, ez 8 családot jelent Hónosbérben, 8 háztartást. Akkor már nem viszik el hozzá? Nem. Diszpontilag, hanem nem, akkor nem. Egy ülőt mennek, és akkor elviszik. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Nincs. Akkor aki elfogadja, kérem, hogy készfelültással jelezze. Köszönöm, megállapítom, a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a második napirendi pontunkat. A harmadik napirendi pontunk a szervezet és működési szabályzatunkról szóló önkormányzati rendeletünk módosítása, ezzel kapcsolatban nem tudom, Erika, van-e kiegészíteni való, de érthető, amit lejöttünk. Úgyhogy kormányhivatali észrevételre módosítottunk egy pontot, illetve kormányzati funkciókat veszünk fel ugye a könyvelés miatt. Tehát itt a mellékletben, az egyes mellékletben, ugye az összeset felsoroljuk, azt is, ami volt, meg az is, ami felvételre kerül, amire még kerülnek majd kiadások, és itt pedig a helyettesítés szabályoztuk. Abban az esetben, ha az aljegyző és aljegyző is egyszerre távol vannak. Igen. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Nincs. Akkor a felfogadja, kérem készüljünk előzzen. Köszönöm, a képviselőtestület összhangulag elfogadta. Következő napirendi pontunk a központi házjogos ügyelet önkormányzati kiegészítéséről szóló előterjesztés. Ennek idején felolvastam, amikor megkereste az önkormányzatokat a ügyeletet ellátó Kft. Ügyvezetője, és akkor megkerestük, ahogy döntöttünk is, hogy megkeressük. Tehát olyan engedményt adott, hogy akkor 2019. december 31-ig akkor 40 forinttal főremelkedik, ennek az havi önkormányzatot terhelő költsége 14.640 forint, és akkor januárban, decemberben újra tárgyalásra kerül, és akkor januártól majd a megállapodásnak megfelelően kerül majd a központi ügyeleti költség megállapításra, vagy elfogadásra a képviselőtestületek által. Ja, így csinálják. Hát most pillanatnyilag az összeg nem mond semmit, mert nem tudjuk, hogy számszakilag, hogy körülbelül mennyi hát, települést érintő eset van mögötte. Kértünk ugyan kimutatást, de még a... Lábis Bélapát kapott. A Hónos Bélnek 18 éve felnőtt otthonellátott 2 fő volt, rendelőben 7, gyermek 1 otthonellátott, 6 a rendelőben. Ez év első fél évben felnőtt otthonellátott nem volt.
egy rendelőben ellátott gyereknek szintén nem volt otthon, 9 rendelőben ellátott gyermek volt. De aki Marosbéli, meg voltunk az ütőnyitek Szálloda utcában. Hát is elég alacsonyak a számos. Igen, igen, sok a telekájában is ugyanúgy elmennek, hogyha szükségesnek látják. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Elfogadja készülítással jelezze. Viszont megállapodtam a képviselőtestület egyhangulat elfogadta. 5. napi rendi pontunk a választási bizottsági tagoknak a megválasztása. Itt a képviselőtestületi határozatjavaslata, itt van a új választási bizottsági tagok, és akkor 2 póttag. Ez, akik itt felsoroltak, azok egyeztettük és vállalják is. Jó, hát hogyha vállalják, akkor... Vállalják. Van benne ugye a régiek is, meg újak is kerültek a bizottságba. Hát már muszáj újítani is, lassan kivegyednek ők is. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? És akkor aki elfogadja, kérem készfelítással jelezze. Köszönöm, már a képviselőtestület egyhangulat elfogadta. Következő napirendi pontunk Lapátfalva 02-25/3-as helyrezi számú ingatlan értékesítése. Ezzel az ingatlanon a Panonantenna Kft-nek van az adótornya. Ez Lapátfalván a régi személytelep. Ott kint, ott Mónusbér önkormányzatnak a tulajdona, van tulajdona, és azon van ez az adótorony. Ez a Panonantenna Kft. Ez megkeresette bennünket, hogy vételi ajánlatot ad az önkormányzatnak, mert hogy mindenhol szeretné megvásárolni, ahol nem tud kompromisszót kötött, valószínűleg más helyre áttelepíti a tornyot, mert hogy neki a biztonságos szolgáltatáshoz ez szükséges. 1.200.000 forint bérleti díjat, vagy vételi ajánlatot tett az önkormányzat. 1.200.000, nem? Nem, 1.200.000 forint. Majd elmondom, és akkor utána azt értelme. 1.200.000 forint vételi ajánlatot adott az önkormányzatnak, a havi bérleti díj az 300.000 forint körül volt, és akkor én azt mondtam, hogy az önkormányzat akkor 5 évi, havi évi bérleti díja, bocsánat, 300.000 forint per év volt, és akkor én azt mondtam, hogy 5 évi bérleti díjért akkor az önkormányzat hajlandó értékesíteni, és akkor 1.500.000 forintért, és ők ugye elfogadták ezt. Tehát akkor ezt majd meg kell osztatni, ők minden ilyen költségeket vállalnak, ami ezzel kapcsolatos, ugye amit le is írjuk, és akkor itt ugye egy testületi határozatnak kell születni, ott a második részben ott van, hogy akkor a szükséges intézkedéseket meg a önkormányzat nevében aláírjam a megosztással minden egyébben szükséges képviselő testületi felhatalmazás kell egy polgármesternek. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés. Hát akkor, aki elfogadja, hogy 500.000 forintért értékesítjük, és akkor majd hát amikor sorra kerül, ugye ők gyorsan szeretnék, mert hát ugye az ő szolgáltatások biztonsága lényegében ez nekik lényeges. Aki elfogadja, akkor kérem készülítással jelezze. Köszönöm, Marákon, a képviselőtestület egy hangulat elfogadta. 7. napi rendi pontunk az éjjeli gördülő fejlesztési tervének a megtárgyalása. Kötelező elkészíteni az éjjelének 2020 és 2030 négyes időszakra a Mónusbéli és térsége szennyvíz rendszerrel kapcsolatban. Itt részletesen leír mindent, akkor mit akarnak felújítani. Én úgy gondolom, én ezt nem kívánom itt részletesen. Szakmailag biztos megalapozott, biztos indokolt, aki a neve van, az a Molnár Attila, ő a, ennek a területnek a vezetője, hát vele ugye kapcsolatban vagyunk, mert a felújítás miatt is kapcsolatban vagyunk az útfelújítás miatt, úgyhogy ő a műszaki igazgató, hát biztos, hogy ez így van. Természetesen a nagy életvég ebben közben szólhat, ugye, mert hát bármi olyan rendkívül meghibásodás lehetséges. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Aki elfogadja, kérem, köszönjük, jelezze. Köszönöm, megállítom a
képviselőtestület egy hangulat elfogadta egyéb ügyek indítványát. Van-e valakinek? Most nincs. Akkor én mondanám, hogy kezdődik az iskolai év. Tanítkezési támogatást szoktunk adni akkor ilyenkor a gyerekeknek. Az elmúlt évben is, ebben az évben is. Az elmúlt évben ugye az iskolások 10.000 forintot kaptak egységesen minden tanuló, akár általános, akár közép, akár felsőoktatási intézményben. Ugye óvodások nem kaptak támogatást, de utána kompenzáltuk nekik, amikor adtuk a támogatást, a étkezési utalványt. Én most az a javaslatom, hogy akkor az óvodások kapjanak 5.000 forintot, a tanulók pedig 10.000 forintot. Jó, támogatás. Okay. Elfogadjuk. Elfogadjuk, kérem készfelítással jelezze. Köszönöm, megállapítom a képviselőtestület. Elfogadta, hogy óvodáskorú gyermekeink 5.000 forint iskolás tankoteles gyermekeink és a felsőoktatási intézmény, a középfelsőoktatási intézményben járó gyerekek is egységesen 10.000 forint támogatást kapjanak. Egyéb ügyek indítványok keretében megnyílt az útfelújítási magyar falu pályázat, megnyílt a járdaépítési anyagköltségre magyar falu pályázat. A munkák folyamatban vannak, már a költségvetést fog adni. Azzal átnéztük a területet, tehát a Kossuth út felújítása menne a magyar falu programban. Ez 30 millió forint a maximum támogatandó összeg, hát amennyit ebből meg tudunk valósítani. Az lenne a kérdésem, hogy ezt augusztus 30-ig kell benyújtani, a másikat meg szeptember 2-ig vagy 5-ig valahogy így kell benyújtani a járdaépítést. Az lenne a kérdésem, hogy akkor a képviselőtestület fogalmazzon már meg egy olyan testület, illetve most fogadjunk el olyan képviselőtestület határozatot, hogy 30 millió forintban a Kossuth utca felújítását pályázzuk. Nos, az lehet, hogy 29 millió 785 ezer forint lesz, amikor a költségvetés elkészül, mert hogy ezt ilyen... milyen is jó, ugyanaz van benne végül is, mert hogy ezt még nem csak egy leendő kivitelezőnek, hanem még ilyen képesítéssel rendelkező mindegy tervezőnek is ellenjegyezni kell, el kell készíteni, ugyanúgy, mint a Viszmajor támogatásnál volt, és akkor, ha elkészül, akkor a képviselőtestületi határozatban azt szerepel, hogy elfogadtuk, és akkor abban az összegben pályázunk a Kossuth út felújítására. Maximum 30 millió, hát most 5-10 forint, vagy 100 forint, 1000 forint, annyira nem lehet kikerekíteni. A következő a járda építés és felújítás anyagköltsége. Hát azt is végigjártuk, én nagyon szeretnék a Béke út és az Arany János út között járdát építeni, de csak az anyagköltséget, ez 5 millió forint a pályázható összeg, lehet pályázni. Elsősorban azt szeretném, aztán a Rákóczi úton van egy-két helyen, ahol meg van törve a járda, meg a Rákóczi úti Kossuth úti elágazóban azt a lépcsős járdát akadálymentesíteni. Hát az elég nagy dolog, ezt már nagyon hosszan vissza kell bontani majd a járdát, mert hogy a bizonyos szögnek, amennyi lehet, azt meg szabályosnak kell lenni, tehát szabályozott építési szabályzat előír. Aztán a Dózsa-György úton nagyon rosszabb templom lépcsőtől lefelé a járda, azt is be kellene javítani, meglátjuk, hogy mit hoz ki az Arany János úti, meg a Béke úti járda építésanyagköltsége, mert az horribilis költség, ugyanis ott az árukat nem lehet lepurkolni, mert azt a kört már lefutottam a közútkezelővel, tehát ahhoz nem járulnak hozzá, ott valami táporat kell építeni az árok felé, hogy ugye ne süllyedjen meg, és akkor úgy lehet egy kis járdát kiépíteni, hogy közlekedni lehessen. Erre szintén dolgoznak a szakemberek, meg szintén az a testületi határozatban javaslatom, hogy akkor fogadjuk el úgy, hogy 5 millió forintban pályázunk, most akkor a pályázat képviselőtestületi határozatban az összeg szerepel, ami a költségvetésbe ki tudnak hozni. Akkor hogy lesz? Hát azért mondom, hogy az 5 millió a maximum, nem látom, nem lehet, de pont annyira nem lehet kihozni, hát ahogy a számolatok a zsebben. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Akkor, aki elfogadja, kérem készfelítéssel jelezze. Köszönöm, megállítani a képviselőtestület egyhangulag. Elfogadta egyéb ügyek indítványok.
Van-e még? Nincs. Nincs. Akkor a következőben zárt ülés formájában folytatjuk a képviselőtestület ülést.